2017. 6. hó 29-ét írunk, átadásra került a Super Elite törzskönyv. Mit kell tudnunk erről az állatról? A 28-37-es csalfaternünk 103 ezer liternél tart most. 3420 kg tejzsírt és 3250 kg tejfehérjét emelt eddig. Ez az állat 2004. 10. hó 17-én született, és büszkén mondhatjuk, hogy az országban tudtunk az első az az állat, amelyik ezt a nagyon szép eredményt elérte. A holstein friesfajtánál ez már mindennaposabb, de magyarorkánál ez nem jellemző. Ez az állat 11-szer ellett meg, és hál' Istennek most is vemhes, és 11 elléséből 17 termékenységből sikerült ezt összehozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azon a termékeny, mint ugye ivarzik. Ez nagyon jó jár számunkra, minden bizony jól kiszolgáltuk ezt az egyedet is, meg igyekszünk a többet is természetesen kiszolgálni. A fajtát ugye külön tartottuk ezelőtt 9 évvel, döntöttünk úgy, hogy összetesszük a Holsteinnel, az intenzív tejelővel. Első évben 1200 liter tettek rá, a lányok aztán 700-at, és így szépen mentünk felfele. A tavalyi év az átlaktáció alapján 8067 litert értünk el, ez is az országban még nem volt, szintén azt gondolom, hogy méltán büszke rá a cégünk. Ezenek sok összetevője van, hogy ezt elértük. Tudni kell ugye kiszolgálni, amit tanítanak a felsőfokú intézményekben, hogy 50% takarmányozás, 25% tartás technológia. Én szerintem ezt teljesen visszaköszön. Holstein Friesnél is vannak már százalas egyedeink, természetesen azokra is büszkék vagyunk mindenképpen. Ott 6 darab van, de ugye ez az elmúlt 6-7 év munkának az eredménye, bízok benne, hogy sokkal több fog lenni.